városban, ugye, röstöli magát, úgyhogy fogja a puskáját, mi? Vadászni menne. Aztán razzoli hában a kocsmában tengleg. Kisasszony már utána tudta a vlaszkőszolgálat. Hozza haza. Itt a mit csinál? A kisasszony ráncba akarja a szegény. Megvezetni jobb körökbe. Már ma vendégségbe akart menni vele, még tiszta, új ruhát is van. Csak nem meg akarja házasítani. Úgy valahogy. Ó, na irigyelni fogják a feleségét. Miről beszél magam, nem értem őt. Csak arról, hogy kocsmázott parasztokkal úgyhoz kötöttem. Illik ez egy Murzavetszkihez? Mondd! Hát ez nagyon szép. Így megrágalmaztak önök. Még hogy rágalmaznak, ha az igazat mondják, azt is ők szégyellik, de mit is várhatnék tőled. A katonaságtól kidobtam. Már engedem. Nem fájna a szívem se, ha valamiért, ami hirtus, elvered az ezer pénzét, veszítesz a kártyát, még sajnáltalak volna, de a saját bajtársaim zavartak el, semmi tisztóságokért, hogy szégyent hozol az egyenruhára. Milyen szép, milyen előnyös a családunk, egy Murzavetszki. Apollón, Apollón. Ha az ember szánni akar téged, vagy szeretni, ahogy kell, megüti a guta, ha rád néz. Hát nem tudom én előre, hogy mennyi a pénzem, hogy lesz-e pénzem, és pénzzel foglalkozni az én nálam bűn. Majd, ha kell az a pénz, hát nem amikor kell, amikor majd meg akarom adni. Ide nyúlok, oda nyúlok, meg lesz. És pont annyi, amennyi kell. Látod? Én velem ilyen csodák történnek. Na, elhiszed, vagy nem hiszed? Merem én nem hinni, kérem. Na, akkor mit kell erről agyit beszélni? Adóságok miatt nem óhajtok aggódni, nem hajt a tatár. Hát, ha éppen úgy a jó, ha várnak. Hát, ha én rajtam keresztül teszi őket próbára az ég. Az biztos, kérem. Én hova menjek, te édesanyám, jó tevőre? Na, ha akarsz. Jó, elég volt, megszedted magad. Hát persze, édesanyám, védangyalom, nem is az, de addig legalább még azt a kis földet hadd szerezzem meg a portámhoz. Mellette vagy eladó 3000-ért ad. Nem túl nagy falat, azt te neked te csugunod. A hátra lévő életedre a betevő falat, a fogalmazóságot is abba hagyom. Jó. Ha révbe jut az ügy, adok 1000 rubelt, a többit szerezd meg magad, kapard össze valahogy, én azt nem ítélem el. De! Ha a kupavina makacskodik, akkor neked meg nekem kell kitalálni, hogyan ijesszünk rá. Ki fogjuk találni, jó tevőt? Ne tessék aggódni! Inkább azt mondd meg nekem, miért nem jársz emberek közé? Miért nem látogatsz meg senkit? Azért, mert félek. Ugye, ha már gyerek vagy te? Gyerek lennék, nem félnék. Gyereknek annak nem kell félni. Na, mitől nézem már meg az ember? A házasságból. Borzalom, aglegénynek jobb. Van, aki nem fél tőle, de hát én halálosan. Lányos házba a lábam se teszem. Hát én hozzá, mi mind a ketten lányok vagyunk, Lapira és én is. Jaj, tehát maguk egy zárza. Szerítség, önzetlenség, alázat. Na, azért a mi torkunkba se dugjad be a fejed. Na, hát ezért félsz az emberektől. Hát emberek ezek, akik körülvesznek bennünket. Hát kik te szerinted? Farkasok, meg bárányok. A farkasok fölfalják a bárányokat, azok meg engedelmesen hagyják magukat. Te meg higgyél nekem. Na de hát én soha nem is kételkedtem önben. Parancsoljon. Mi ez, amit adsz? Hát pénz. Hozzá nyugni se szeretek. Hát undorodom a kezem egyére az attól a kelem. Na de hát legalább számolja meg. Minek? Hát nem az én pénzem, miért szennyezzem be vele a kezemet? Ha nem annyi, akkor nem engem csaptál be, hanem az árvákat. A több, akkor több ember fog imádkozni a férjedért. Gondolom, nyugtát is akarnál. Na, vadok aranyom. Ne félj, nem kérem még egyszer. Hát akkor hova tegyem? Te tudod, kis asztalra könyvön. Akad itt éppen kapóra egy papírka is. Milyen furcsa papíros? Hogyne, kérem, csodálatosakat csinálnak már ilyenekből. Méltóztassék itt alulra írni. Jelizaveta Kupavina, Kupavin ezredes özvegye. Özvegye. Hát ennyi az egész, kérem, és itt a pénz.
Ha történetesen fizetni kell valakinek, akkor csak ideírjuk a papírra, hogy 500 rubel vagy 1000, és kész. Értem már. Maga mit csinál? Hát csak, hogy el ne vesszem. Hát tegye el. Hová parancsolja? Hova akarja, tegye a táskájába. Hogyan tetszett méltóztat? Hogy én tegyem el? Én vegyem magamhoz? Persze, most miért habozik? Nagyon örvendem. Hát akár örvendez, akár nem, nincs mit tenni, fogadni kell. Ő is jönni. Jaj, leszél már álmatom! Hallgass, fogom ászán, nagyon kérek, még mi rosszat mondtam. Te a Jelizavetához mindig eljött. Ő neki téged tisztelettel kell fogadni, nem a napot lopni, meg hercigeskedni jössz, hanem a magad ügyében, ami véres lett. Komoly, és hallgassa is meg. Kész örömmel. Na, nekem legyen mondva az az öröm. Ez az ügy, angyalom, az égbe kiáll, csak annyit mondok, de majd ő elmondja. Ezt a leányzót megbocsáss meg, itt hagyom pár napra vendégségbe. Nem gondoltam, unatkozol. Hát, ugye. Ampuszával úgy sem nagyon lehet társalogni. Na, hát ezt a kis dalos madárkát legalább lesz kivel csacsognod. Nagyon köszönöm. Ha megengedik, én most megmutatnám Gabrielnek a szobáját. Jöjjön! Olyan nem fordulhat elő, hogy én letérdeljek magádat. Én egy büszke ember vagyok, állát mindig. Ó, nagyon örülök. Magának belém kell szeretnie. Ó, igen. Jó, hogy mondja, én ezt nem tudtam. Üzemben meg mindegy, azt csinál, amit akar. Igen, ezt én is úgy gondolom. Ja, mondom, én egy büszke ember vagyok. Hallottam. Igen. Csak bizonyos okok miatt. Feneldje meg. Elmondanám, de úgy se érteném meg. És hogy élik rá minden? Hát nézd ide! Hát nem vétek egy ilyen lábra mindenféle bocskorokat húzni? Hogy te milyen csinos vagy! Hát csak ez a linyaért nincsen fából, szerintem! Akuta! Dunya! Tisztelt úr, megfeledkezik magáról, ön az én házamban. Kergesse az unokaöcsét, tényleg, az unokaöcsét, neves ember, ahogyan én is, legyen szíves, abba hagyni. Pardon, nem önt, én megértem, az ön szívő, hogy a telve szeretettel, és nem is gyanít semmit. Legyen olyan kedves, kíméljen meg a jelenlététől, nagyon kérem, kíméljen meg, legyen olyan kedves, kíméljen meg! De egy ilyen tekintélyes hölgyet ott látni a vádlottak vagyjál. Az egész kormányzóság ezt fogja bánni. A lelkitársamat. Tehát most mit csináljunk? Matvan, igaz társam volt. Itt van a fegyver, megtöltöttem, már megvan töltve. Én nagyon lövöm magam, de nagyon lövöm magam. Matvan, az utca végében a lelkitársamat fényes nappal, a Cézár kutyának megették a farkasok. A nénikédet, én meg már azt hittem... Az utca végében, fényes nappal. Hát az csoda! Az nem csoda!